Pucoljuk meg a krumplit. Majd reszeljük le. Adjuk hozzá a lisztet és a tojást, valamint a sót. Majd keverjük tészta állagúvá. Rakjunk föl vizet főni sóval és olajjal. Ha felforrt, szaggassuk bele a tésztát. Keverjük simán vágyútórót és a tejfölt. Ezután szűrjük le a megfőtt nokedlit. És forgassuk bele. Kész a sztrapacské. Kockázzunk fel szalonnát ízlés szerint. És olajon pirítsuk meg. Tálaláskor a sztrapacskát hintsük meg a pörccel. Öntsük rá a tejszínt. Szórjuk meg kaporral. Jó étvágyat!